Tehát egy feladatot kell megcsinálni. Ehhez viszont kérnék segítsen. Máté, gyere ide. A kakukkos órája. Nekem volt. Volt? Na, akinek nem volt, annak elmesélem, hogy volt egy kis házikó, ez úgy nézett ki, egy kis házikó, azon volt egy óra fölül, egy kis ablak, és annyit kakukkolt az óra, ott kért egy kis kakuk, annyit kakukkolt a kis kakuk a kis ablakon, ahány óra volt. Nem értik, fiúk, hogy hogy működött ez, úgyhogy mutassátok meg nekik, jó? Először is te leszel az ajtó. Jó? Hogy szóljon? Kakuk! Egy! Kakuk! Kettő! Kakuk! Három! Kakuk! Négy! Nem hallom! Nem halljuk! Kakuk! Öt! Kakuk! Hat! Hét! Nyolc! Na, hangosabban! Kakuk! Kilenc! Tíz! Tizenegy! Tizenkettő! Köszönjük szépen! Te maradjál egyenlőre! Jön a fiatalember, gyere! Te már tudod a feladatot, oké? Ugye ez a fiatalembert is elkapjuk. Szintén a feladat, ugye ez 12 óra. Na, dobjátok rá, hagyd szóljon! Vagy várjál, most te pihenjél, itt a fiatal, a másik fiatal ember kérdés. Gyere, most te leszel az ajtó, gyere! Mert ez nagyon jó! Na és hagyd szóljon, 12! Egy! Kettő! Három! Négy! Öt! Hat! Hét! Nyolc! 9, 10, 11, 12. Na fiú, 10. Hogy bírjátok a csapát? Mert most jön a feladat legnehezebb része, mert még van egy kakukkunk. Szerintem még a vőlegény is besegít. Lesz. Ott maradjál, jó kell a tej. Persze, te haragod. Oké. Megfordulhatom. Na próbáljátok meg. Fogják a bírnát. És hagyd szóljon. Mert neked nem látják ki, úgyhogy gyere meg. Három. Négy. Öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő. Köszönjük szépen! Egy jegyzés volt a fiúknak is. Kész. Orvos, orvos, orvos. Köszönjük szépen, foglaljatok helyet!